A halottak napja alkalmával helyeztek el koszorút városunk vezetői. Halottak napja alkalmából Karcagváros vezetői, Szepesi Tibor polgármester úr, Gyurcsek János alpolgármester úr, Rózsa Sándor jegyző úr és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő koszorút helyeztek el az első és második világháborúban elhunyt karcagi áldozatok emlékművénél, valamint Dobos László és dr. Szentesi Tóth Kálmán egykori városvezetők nyughelyénél. Az eredetileg katolikus ünnepet és népi hagyományait más felekezetek is átvették, így nem csak a katolikus hívek ünnepe, hanem a reformáció több felekezete is elfogadta. Az evangélikusok és az unitáriusok hivatalosan is elismerték. Az evangélikusok a Mindenszentek ünnepét is és a halottak napját is megtartják ebben az időpontban, mint a római katolikusok, bár nem tartozik a fő ünnepek közé. A reformátusok csak szokásjog alapján a templomon kívül emlékeznek meg az elhunytakról. Az ortodox kereszténység ünnepi naptárában több halottak napja is szerepel. A bizánci szertartásban a pünkösd előtti szombaton ünneplik. A halottak napját az anglikán egyházban nem tartják meg, bár a vallás bizonyos irányzatai, amelyek nyitottak a katolicizmus irányába, újra visszaemelték a megemlékezéseket.